Kedves garázsnézők, ezen a héten újabb MTMS csodával találkozhatom, amely azért érdekes számomra, hiszen egy SUV autóról van szó, és nevezzük nevén a gyermeket, RS-Q3-nak hívják. Ez a Q3-as kisméretű SUV autója az Audinak. Nos, de amiért szóba hoztam az elején, ez azért érdekes, mert elvesztette az identitását ez a kocsi a tuning által, és megmondom őszintén, hogy szerintem ez jót tett neki. Alapvetően nem vagyok egy ilyen SUV fan, és igazániból el tudom fogadni ezeket az autókat, megértem a létezésüket, tudom, hogy vannak családok, anyukák, akik szeretnek vigyázni a gyermekükre, és nekik jót tesz, de igazániból én nem tudok velük azonosulni. Az érdekessége a történetnek, hogy az MTM tuning hatására ez a kocsi gyakorlatilag tényleg teljesen elvesztette az identitását, elvesztette az SUV-ságát, hiszen leültették egy az egyben, méghozzá nem is kicsit, 20-szoros kerekek vannak rajta, ugye a kettőfeles turbó benzinmotorunk van, a TFSI, az öthengeres, ami azért érdekes, mert ezt a motort még itt az MTM-nél nem próbáltuk, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy mit tudnak belőle nem nagy tuning után kihozni. Ez a mit tudnak kihozni, ez 424 lóerő és 560 Nm forgatónyomaték, még egy turbó is van rajta, úgyhogy aztán tényleg élvezetes a történet. Belülről itt mellőlem DDC néven futó, állítható futómű, amely keménységet tud befolyásolni azzal, hogyha így nyomkodom, de egy leültetett, nagyon sportos, így nagyon jó formájú, nagyon érdekes autót kapunk, amire megmondom őszintén, hogy beleszerettem. Alapváltó van rajta, ez egy nagyon-nagyon jó kis DSG, amit ismerünk, kormány mögül lehet változtatgatni a váltóállást, de gyakorlatilag szerintem nincs rá szükség, hiszen rendkívül jól kapcsol ez automata módon is. Nagyon ritkán használom, csak akkor, hogyha tényleg szeretnék vadulni a kocsival, már pedig az lehet, hiszen nagyon-nagyon komolyan alkalmas rá. Egészen pontosan 260 km/h csúcssebességre képes, és a gyorsulása az 4,9 másodperc 0-ról 100-ra, ami azt gondolom, hogy ahhoz képes, hogy ha nem is egy nagy méretű, de mégiscsak SUV autóról beszélünk, hát egy rendkívül jó eredmény, hogy 5 alatti időt tud. Teljes képfogó rendszer van ezen a kocsin is, ráadásul a kivezetésnél, a végeknél még egy karbondiffúzort is kapott az autó. Nem csak hogy jó hangja van, hanem ez minden MTM-es autót nagyon-nagyon megsegít abban, hogy ezeket a bődületes teljesítményeket el tudják érni és te tudják adni. Az ár. A kocsi maga alapvetően 50 ezer euró környékén kapható, 50-55 ezer euró környékén, és 20 ezer eurót költöttek rá, tehát 75 ezer euró az ára, így ahogy most benne ülünk. Ami azért érdekes, mert a nem olyan régen tesztelt A1 Quattro az gyakorlatilag euróra megegyezik ezzel a modellel, és majdnem biztosan állíthatom, hogy bármennyire is különlegesebb az a kocsi, bármennyire is egyedibb, hiszen mint tudjuk, abból csak 333 darab létezik már alapvetően is, MTMS-ből meg ugye majd még kevesebb, mégis valahogy azt mondanám, hogy lehet, hogy ezt a tucat, nagyon idézőjelben tucat autót választanám ugyanezért a pénzért, mert azért ebben még jobban el lehet férni, picit bele van nyúlva az utasterébe is, tényleg nagyon jól néz ki, tényleg az a teljesítmény, amit tud, az bőven elegendő ahhoz, hogy kellően rosszak tudjunk lenni, de kellően kultúráltak is, hogyha arra szükség van. Kényelmes, kulturált, normális utcai autó, ami ráadásul nagyon jól is néz ki. Szerintem ez a 424 lóerő, ez nekünk való. Kellene nekünk egy ilyen RS-Q, még a neve is gyönyörű, MTM RS-Q3. Nagyon jó.